Üdv újra, én Frank Tamás vagyok, újra a Cityvel, ellenfelünk pedig egy közepesi játékos, és a Juventus csapata lesz. Az előző videómban a perc megmagyarázott okok miatt, ugye a 70. percnél megadta magát, és a játék is nagyon belaggult, tehát lehet, hogy a játék miatt a gépnek lett valami szoftveres probléma, és amiatt adta meg magát a perc, nem tudom. Egy elmélet, vagy annyira megharagudtak rám, de Ramoszt nem szeretők, hogy a hatalmas istenét is miatt inkább kislőtték a videót. Megint a Cityvel vagyok, és egy kis változtatás történt a csapatban, először láthatjuk a Juventus, hát azért az Ogbona, illetve hát a Tevesztől nem félünk, és itt az én csapatok, változtatások, Campani helyett Mandela, én 4-4-2 Diamondban állok fel, és bejött Nasseri Yaya Touré helyett, mert láthatjátok, hogy pontosan hogy másul a csapatom. Hát, mit is várnék ettől a Diamondtól, talán egy jobban szervezett támadó gépezetet. De ugye nincsenek benne az a téli átigazolások a játékban, tehát azért nem tudom, hogy miért, de én élvezem ezt, mert ugye, mint mondtam, Chelsea-ben nekem nagyon fontos, hogy ezt elrakottam, hogy legyen egy sűrlém, aki a Torres után az általános gólfelelős a Chelsea-nél. Hát most egy kicsit azért próbálgatjuk a City-t is. Itt nem kérdés, hogy ki az általános gólfelelős, szerintem. Azért Agüero elegeztetett már ahhoz az asztalra, például az idei szezonban is, hogy beválogassuk. Vagy hogy kiérdemelje ezt a címet. Nagyon szépen kifejezett. Ugye Juventushoz nagyon jó védekező csapat. Ezt az idei BL kiírásban is láthattuk tőle. Szép csel volt Gyilkótól. Egy nagyon jó védekező csapat a Juventus, de azért azt mindenképp számon lehet rajtuk kérni, hogy támadásban nem ész a legjobbak, illetve azért a középpályás soruk sem az a... És illetve az egész csapat nincs egy szinten a Chelsea-vel sem. De azért a Chelsea sem az a világverő csapat, de a Cityvel főleg nem. Hát azért, hogy csak a játékos neveket nézzük, abszolút előnyben vagyok. Aztán kérdés, hogy a nevekből tudok előnyt kovácsolni, vagy csak hol mutatnak majd a képen. Hát egyelőre ez a formáció, ez nem... Ajajaj, azt nagyon elrontottam, és nem megy be. Még szöglet sem lesz belőle. Én is elérted a Mikélis. Hát nem tudom, tehát az a probléma, hogy tényleg nagyon jól védkezik ez a Juventus. Ezt már láthatjuk, el is telt a meccsből 30 perc, úgyhogy nem tudtam kapura lőni. Mert jól védekezik a csapat. Ilyenkor megint csak lehetne egy általános attackinget beállítani, de azt pedig amiatt nem tudok, ugye, hogy nem lehet ilyen funkciót, hogy mondjam, hogy beállítani, hanem nincs az a gomba, amivel ezt meg tudnám csinálni, mert a kontrollelemnek ez a gombja nem működik. És megint jönnek a mikrolagok. Nem tudom, ezt eddig nem érzékeltem a játékban, de lehet, hogy csak szerencsétlen véletlen, vagy éppen a szerverrel van probléma. Többi esetben ugye mai nap már nem fog több videót csinálni, ha tényleg a szerverrel van probléma. Nem tudom, tehát a videók és a játéknak tehát a játéknak a fépés folyamatos futása miatt is állítottam a beállításokon, és kipróbáltam ezt Ultimate Team-esben is, ami nem szeretek igazából, de ott teljesen jó volt.
nem volt semmi probléma a laggal. Most ugye a pinget nem tudom, mert sajnos hogy elfelejtem mindig, vagy nem is tudom, de nem is jelzem ki, hogy mennyi éppen a pingem az adott játékban. Az FPS-t azt tudom, az olyan 30 körül forog. Nem tudom, de megint hatalmas lagjaim vannak, és az a gond, hogy az előbbi meccsen is hatalmas lagjaim voltak, de ott 3-1-re vezettem, és úgy kellett 20 percet hatalmas lagokkal végigjátszanom, hogy 3-1-re vezetek. Viszont itt ez a 0-0-na, ez nagyon problémás lehet. Jó, egy meccset játszhatok egyelőre, 0-0-ából nagyon könnyen megszerezheti a vezetést az ellenfelem. Ó, az HT. Hártakapusról. Gondolkoztam Cavalieron is amúgy, de azért Hárt addig megkapja a bizalmat, amíg semmi nem csinál, ami miatt megkérdezik. Ez a lag pedig egyre idegesítőbb, egyre frusztrálóbb, és nem igaz. Tehát az, hogy most már nem tudom hányadik támadást nem tudok befejezni, csak azért, mert lag. Itt most talán, most még egy hibám nem volt, de megint hova? Jake-kora mögé érkezik, és szerintem ez szöglet lesz, és ha szöglet lesz, akkor abban azért szerintem előnyben leszek. Följön Jovinko, és nem szöglet! Nagyon nem. Örülök ezeknek a... Nagyon szép csinál Jéko, tol is gól! Edwin Jéko! Az a gond a lagok miatt kicsit nehéz támadni. De szereztünk egy gólt. Jéko elviszi Bonucci mellett, megcsinálja a cselt, amit tagoknél sose látok, hogy ott csináltam meg vele a cselt, megcsináltam vele a lövőcselt, aztán belőttük. Hát ide már viszont könnyebb lesz, mert lement Llorente, tehát a gyors támadás, vagy na, a jó fejelő embernek már nincs a Juventusnak, hogy beszélni, miközben lag miatt ideges vagyok. Tehát a jól fejjel emberre lement a Juventusnak, viszont Jovinko nagyon gyors. És megint nem tudom, hogy mi történt. Jó, kirúgás. Tehát Jovinko nagyon gyors. Tevez pedig nem tudom hova tenni, ugyanis se nem gyors, se nem fejel jól, se nem passzol jól, se nem semmi. Hát egy ilyen semmi. Na, Jéko mellé. Nem tudom, Tevez. Tevez van olyan semmi, olyan... Fogyasztja a pénzt, és ha úgy gondol, akkor elmegy egy fél évre nyaralni, míg szezon közben. Megint Silva, jó, most legalább látom, hogy szögletez belőle. Szerintem ma már nem játszok többet, mert a szerverekkel lehet valami probléma, emiatt a lag az nagyon idegesítő és zavaró, és a játéknak a tép folytonosságát is tönkreteszi. Emiatt például ez a szerelés sem jött össze, de szanya már szanya. Titi hatalmas vételeket csináltam ugye nyáron, de megvett egy Lampardot, megvett egy szanyát, és nem tudom, tehát... azt tudjuk, hogy Pellegrini beleszeretett Zabaletába. Az Lampard nagyon sokáig sérült volt, de akkor is most gondolj bele, mekkora nevet, tehát a világnak a saját posztjukon a legjobb hazaadás játékosa. Mint Sanya, tehát Sanyánál ki jobb. Szerintem kicsit most már Ivanovic, de csak már Chelsea Drucker vagyok, talán még Lám, és ennyi. Ibe Walker nem rossz, jajlag. Kyle Walker nem rossz. Ki van még a jó? Zabaleta biztos nem, tehát ő nem jobb, mint Sanya. Rafael sem jobb. Hát, Sanya, illetve Lampard, tehát a Chelsea-re nincs egy olyan irányító, ki tudná hozni a Lampard közeli szinten. És a világon nincs egy olyan irányító szerintem, talán most megint a Real fel fogok húzni, de talán Isco az, aki a legközelebb áll Lampardhoz, ilyen szempontból. És többen is azt mondják, hogy Isco az, ha nagyon durván fog fejlődni, akkor még lehet egy majdnem olyan jó játékos ugyanazon poszton, mint Lampard. De azért ebben elég sok feltétles mód.
Tehát azért a City nagyon jó vételeket csinált, most Pellegrini biztos, hogy el fogják küldeni. Helyette, ha érkezik egy Ancelotti, egy Klopp, azok nagyon jók lesznek. Egy Guardiolában már nem mondanám, mert azért Angliában ez a tilitoli játék, ez... Tehát Angliában gólt kell szerezni. Angliában nem szereznek gólt, akkor ott van vége a focinak. Németországban és Spanyolországban, Spanyolországban egy ellenfél, vagy Németországban egy se. Nem, tehát a Citynél jövőre jön egy Jürgen Klopp, egy Carlo Ancelotti, akkor egy nagyon jó csapat lesz, és szerintem ők már fognak építeni arra, hogy náluk van a világ egyik legjobb szélsővédője, akár is Fanyá, illetve a világ legjobb támadó középes irányítója is náluk lehet, hogyha a fiók csapatukkal, a New York City-vel megegyeznek, hogy Lampardra még egy évet. Nagyon egyszerűen összejöhet. Na de hát akkor ez már a jövő zené, hogy hogyan fog játszani a City, illetve hogy ki lesz a menedzser, stb. Én köszönöm a figyelmet, Hang Tamás voltam, és sziasztok!